Kisfilmünk elkészítését támogatta az Árkosi Vasalóház Panzió. Kisfilmünk elkészítését támogatta az Erdélyi Túrák magazin, amit most megrendelhettek kedvezménnyel online. Az Erzsébet királynő révén Erdély felmenőkkel bíró Károly herceg 1998-ban járt először Erdélyben, és annyira beleszeretett, hogy azóta több ingatlant is vásárolt. 2006-ban Szászfehéregyházán, majd 2010-ben a Kovászna megyei Zalánpatakon vásárolt egy birtokot. Zalánpatak szinte még a térképes sem volt rajta, míg nem vett itt birtokot Károly herceg, ám bár a helyiek igazából nem élvezik ennek előnyét, nem lendült fel a turizmus a faluban. Magát a birtokot, a házat Kálnoki Tibor gróf és családja kezeli. Ők talán barátok, esetleg rokonok is a herceggel, a Károly herceg alapítványa tőle vásárolta. Károly herceg évente egyszer-kétszer, általában májusban jön le Zalánpatakra, helikopterrel, ugyanis az utak borzalmasak, tehát bármerről közelítjük meg Zalánpatakot, földutak vezetnek csak a kicsiny faluba, ahol éppen hogy csak több mint 100-an laknak. A birtok területén lévő házakat kiadják, hogyha éppen Károly herceg és baráti köre nem nyaral ott. Kamilla hercegnőt még soha nem vitte el ide magával, csak a fiait. A főépületben van a hercegnek kialakítva egy szoba, mellette van a szolgálónak a lakhelye. Itt bárki megszállhat, ha 50 eurót ki tud fizetni egy főre éjszakánként. A helyiek azt mondják, a herceg közvetlen barátságos, még kezet fog a szénégetővel is. Károly hercegnek Erdély azért is tetszik, mert a gazdák még kézzel kaszálnak, és nem tartanak többet egy-két tehénnél, és lovak által vontatott szekereken szállítják a tejet. Ez pedig elmondása szerint meg kell őrizni. Azt sokan elfelejtik, hogy nem lehet visszafogni a falu fejlődését, csak azért, hogy a herceg és a külföldi vendégek egyébben egyszer vagy kétszer csodálkozzanak a nyomorúságukon. Turisták jönnek ugyan a településre, Károly herceg birtokán azt mondták, hogy egész elékelő vendégeik is szoktak lenni, de ebből igazából a település nem húz hasznot. A fogadóban is csak néhányan dolgoznak órabéren, ahogy a herceg birtokán is. Iratkozzatok fel ti is ide a YouTube csatornánkra, és ajánljátok mások figyelmébe is, hiszen mi Erdély gyönyörű tájait mutatjuk be nektek filmekben.